Üdvözlök mindenkit, Necroclim vagyok, jön egy újabb Warframe karakter, ezúttal Mesh-ára kerül a sor. Tudom, hogy azért vártátok egy pár, hogy legyen végre egy ilyen videó, lesz mindegyikről videó, szóval ne írjátok oda, hogy lesz erről bemutató, lesz arról bemutató, mindegyik Warframe megvan, úgyhogy mindegyik Warframe-ról lesz bemutató előbb vagy utóbb, most Mesh-ára kerül a sor. Na most, Mesh-ával a legfontosabb információ egyelőre az, hogy a Patient Zero nevű quest el tudjátok megcsinálni, ahol Mutaliszt alatt V-t kell majd végül legyőzni, szóval szépen végigmentek a Patient Zero küldetésen, megszerzitek a Patient Zero-nak a végén megszerzitek a jogot ahhoz, hogy elmehessetek a Mutaliszt alatt V-t kinyírni, ami gyakorlatilag azt fogja jelenteni, hogy Mutaliszt alatt V kulcsokat kell majd szerezzetek. Három kulcsból áll össze egy ajtó, mondjuk így. Szóval három ilyen Mutaliszt alatt V Assassinate Keyből, vagy nem, hát három Mutaliszt alatt V NAV koordinátát kell gyűjtsetek, hogy összerakjatok egy Assassinate Keyt. Na, így mondom. És akkor el lehet menni, lezúzni Mutaliszt alatt V-t, és megkapjátok érte Meshet. Vigyázni kell aladvével, nem lesz nehéz ellenfél, de viszont, hogy csoportosan mentek, van neki egy olyan képessége, hogy átveszi az irányítást a Warframe-et fölött, és azzal kis és szerencsétlen módon lezúzhatsz mindenkit a csapatodban, előfordult velem is, gyakorlatilag úgy, hogy ja, hát ez vár rátok, hogyha Mesh-ára akartok menni, semmi extra nem kell hozzá, erős fegyver, erős kard, a többi tudjátok, csak vigyázni kell, mert akit irányítás alá vesz, az könnyedén lezúzhatja a társait. Ennyit Mutaliszt alatt V-ről, mondom, Patient Zero küldetés a questeknél, és fölveszed, utána pedig Mutaliszt alatt V NAV koordinátákra kell vadászál az alert missionöknél. Gyakorlatilag, és abból craftolhatsz, csinálhatsz Mutaliszt alatt V Assassinate kulcsokat, és akkor meg szerezheted magadnak a Mesh-et. Mesh-re rátérve egyébként ilyen vadnyugati témát akartak vele csinálni, és onnan is ered a neve, legalábbis a Wikipedia szerint, hogy a neve az a nyugat-amerikai, dél-nyugat-amerikai tájakat idézi, és annak a nevét gyakorlatilag, és azért lett Mesh-a, mert eredetileg Cowgirl akart volna lenni, csak hát az elég perverzül hangzik, gondolom, és ezért lett Mesh-a végül, vagyis hát Mesa, vagy nem tudom, hogy értik ezt spanyolosan, mert a név maga onnan ered. De képességeire rátérve, nagyon nem fogjátok látni ebben a videóban, mert időfüggvényében van egy-két képesség, és ezért nem annyira látványos. Ezért igazából csak beszélek róluk. Na most az első képessége, az a Ballistic Battery, erre a névre hallgat. Ez annyit csinál, hogyha aktiválod, akkor a fegyveredben erőt tárol el gyakorlatilag, de nem kis erőt, hanem elég nagyot. És gyakorlatilag, hát 1600 max damage-et tárol el. Na most ez kurva jól hangzik, igaz? Tehát így a dolog lényege ott van, hogy így elkapcsolod, és megjelenik egy kis számlálócska ott a jobb alsó sarokba, és akkor lősz, és feltöltődik ez a képesség azzal, hogy lősz. Majd utána újra megnyomod az egyest, és kilő egy ilyen baszott erős golyót, egyet, de igazából, hogyha sorba jönnek az ellenfelek, ha van olyan szerencsét, hogy szép felsorakozó jönnek az ellenfelek, akkor mindenkit halál biztosan fog leteríteni ez az egyes képesség. A probléma vele a feltöltési idő, tehát lőnöd kell egy csomót ahhoz, hogy feltöltődj, addig pedig simán el is eshetsz, amúgy elég gyorsan feltöltődik, tehát nincs vele tűde gond, csak a sokadik percnél könnyedén elesett. Mesh-a egy erős és mégse erős karakter, de erős azért erős, mert az ultimate képessége miatt, ugye. A második képességére rátérve Shooting Gallery, tehát a Shooting Gallery, ez ezt csinálja, hogy ad egy kis damage bónuszt, hogyha lősz, természetesen, és hát így elkezd körülötted cikázni egy a féle cikázó golyóféleség, ami nem csak körülötted, de a társait körül is cikázik, ezért mindenkit megvéd, az ellenfeleknek a féle fejfájást okoz, nem beszélve arról, hogy elrontja a fegyverüket, és nem lesznek képesek lőni. Na most ez nem túl megbízható képesség, az az igazság, mert hol működik, hol nem működik, nem igazán látod a hatékonyságát, azt kell, hogy mondjam, és
emiatt nem, valahogy nem az igazi, nem érzékeltem annak. 30 másodperc a duration-ja lenne, hát nálam ez annyira le van véve a buildembe a duration, hogy egyáltalán nem is használom ezt, én főleg csapatjátékra tudom használni a meset. Nem egy rossz karakter, de a nálam ultimate képességre van kibildelve, és arra támaszkodom főleg, mert hogyha van egy ilyen megfelelő védelem körülöttem, ha nem, akkor féltetlen gyorsan el tudok esni. Na most, a következő képesség, ez a Shattered Shield, érdekes egy dolog. Nem rossz képesség, 25%-kal, 25 másodpercig tartó képesség, és 80%-kal lecsökkenti a damage-et. Na most itt a probléma. Én van egy ilyen kis törékeny karakter, mint a Mesa, és ha éppen nem az ultimate képességét használja, akkor csak 80%-kal lecsökkenti a damage-et, amit bekapsz. Ez nem jelenti azt, hogy sem vagy sebezhető, és pont ez a legnagyobb probléma, hogy tökre sebezhető a Mesa. És nem, pont emiatt én úgy gondolom, hogy nem az igazi szóló karakter. És nem is érdemes őt szólóra, csak csapatjátékra, mert ő igazán abban hasznos, és nem túl jó ez a képet, de azonnal lelese, erősebb ellenfelek ütnek meg, 80% ide vagy oda, szinte biztos, hogy azonnal lelese. Amint látjátok itt, amúgy drakon játszunk, lehetne egy optikát kellett volna hoznom erre a pályára, csak egy kicsit meg akartam mutatni ugye a mesának az erejét, mert képes jól teljesíteni a kislány. Nem probléma vele figyelni kell, hogyha nincs megfelelő csapat mellett az, aki megfelelő védelmet tud biztosítani, akkor mesára figyelni kell, tehát oda kell figyelj vele, nem tank karakter, ügyesen kell bánni vele, hogyha nem arról van szó, hogy csak ultiból ultiba mész, mert tudom, hogy legtöbben kényelmesek vagytok vele, és bekapcsoljátok az ultit, mindig ott a frost, mindig ott a kis védelem, és kényelmesen érzitek magatokat, nyomtok egy shift-tabot, és közben netezgettek, miközben a mesa lő magától, ugye, tehát egy nagyon jó kis kényelmes karakter, de most, hogy ilyen megszűnt a gamek kombináció, és frost kombináció, és a többi, egyedül a limbo az, aki képes a mesával tempót tartani, mondjuk így, és gyakorlatilag tehát esik a mesa, tehát oda kell vele most már figyelni, nem mindig engedheted meg magadnak, hogy ultiban légy, ugye, mert leszívja az energiádat, ezért kell nagyon effektivitásra húzni és erőre gyakorlatilag a mesát, ha meglátjátok a buildemet. Úgy gondolom, hogy ez egy viszonylag jó build, akkor is, hogyha netán egy kicsit bajba maradsz, hogyha nincsen egy kis védelmed, akkor megoldható, hogy túlélj mesával egész jó dolgokat. Na most az ultimate képessége, a Peacemaker, na most két regulátor meg fegyverével, ez a mesának, azt kell mondjam, nem szeretek ilyet mondani a Warframe-ről, de ez a lelke, tehát enélkül mesa esik azonnal, nem tud igazán jól szóló lenni, nagyon kell vele pörögni, hogy ne találjanak el. Viszont a jó dolog benne, ugye, hogy ezáltal megtanulsz a mesával igazán jó pörögni és játszni, főleg a szólózol, mert akkor ugra bugrálsz egyet, ide egyet, oda lelősz kettőt, itt lelősz kettőt, ott sokan vannak körbe, elkapcsolod az útit, kilövöd őket, tovább mozogsz, nem tudsz szinte egy pillanatra sem megállni a mesával nyugodtan, hogy csak úgy ott állj, aztán lövöldözkes, ha nincs melletted az a megfelelő csapat, de ha melletted van az a megfelelő csapat, ha éppen Steam-en Warframe-ezzel nyomsz egy shift-tabot, miközben ultimate képességet használod, és a mese intéz innet magától, főleg, hogyha van megfelelő energiát, mert ugye ez az ultimate, ez végsőkig húzza le az energiádat, 15-öt von le másodpercenként. Ez elég sok, ezért kell nagyon effektivitásra használni a mesát. 50 méteres range van, hatalmas, ezért felejtsétek el, hogy mesának range-et adtok, mert ez az 50 méteres hatalmas, és tehát úgy gyakorlatilag szinte megelőz mindegyik Warframe-et. 200%-os damage bónusz gyakorlatilag, és egy 300-as base damage, de ugye erre járnak. 200%-os damage bónusz, és voilà, c'est fini. Amúgy vannak a mesának passzív képességei, is például, hogyha nincs nálad milli fegyver, akkor plusz 50%-kal, plusz 50-nel több az életed, vagy megerősebbeket lősz, ilyen apróságok, de ez a Peacemaker Ultimate képesség, ez odabassz, szóval
ez az, ami a mesának a lelke, ez az, amire lehet támaszkodni, és ezért érdemes a mesát, úgy gondolom, igazán csapatjátékra húzni sem, mint inkább úgy szólóra, mert vannak sokkal, de sokkal jobb szóló karakterek, mint a mesa. Na most, az a jó, hogy 50% impact damage-et ad, 25% puncture damage-et és 25% slash damage-et ad ez a képesség, tehát mindent rásoroz az ellenfél, mindent, aminek lennie kell, és ugye erő alapú, úgyhogy aztán gyakorlatilag olyan mennyiségű sebzést okoz, hogy nem tudnak neki ellene, nem lehet megközelíteni a mesát, mikor ez a shooting gallery igazából be van kapcsolva. Na most, ennyi lett volna, akkor most jöjjön a modolása. Mesa modolását tekintve Aura modnak Rifle Amp, mert hogy az fér bele, de erre majd egy kicsit beszélünk. Akkor jöhet a Flow, azért, hogy több energiám legyen, mint felhasználhassak, de ugye azért biztosan van köztetek olyan, aki ezeknél az adatoknál mást húzott, szóval olyan, aki mondjuk power, erőre húzta ki mesát értelemszerűen, mivel a Shooting Gallery az utolsó skilljének kell az erős, ezért sokan valószínűleg 200 fölé vittétek az erőt az effektivitással szemben, mert majdnem biztos, hogy egy Blind Rage-et raktatok be. Na most, Flow, Transistent Fortitude, Intensified Fortitude, majd mindjárt rátérek, hogy miért, Streamline, Vitality, Fleeting, Expertise és Redirection. Na most, lehet, hogy nektek ez egy kicsit fura build, én főleg a csapatmunkára használom a mesát, tehát nem szólozok vele, lehetne csinálni egy teljes mértékig szóló buildet is vele, ahol nem annyira az ultiára támaszkodunk, viszont első és második képessége, vagy netán a harmadik képessége is nem arra termettek igazán, hogy nagyon túlélő legyen a mesa, ezért a mesa csapatban igazán jó, és úgy döntöttem, hogy erre fogom kihúzni, és kihegyezem ugye erőre és effektivitásra, és tudom, hogy sokan túlhúzzátok az erőt, 203-200 akár fölötti százalékokra, és azt kell, hogy mondjam, hogy észrevételeim szerint, mert volt egy olyan bildem is, észrevételeim szerint, a sokadik kör után például Drakon, vagy például egy T4 Defense-en, T3 Defense-en, ahol a 200 akárhány százalékos erő már kezd csődöt mondani, nagyjából ott kezd csődöt mondani a 175 százalékos erő, és mivel nincs túl nagy különbség közötte, viszont a 175 százalékos effektivitás és a 150 akárhány százalékos effektivitás között hatalmas különbség van, és egy 20. év fölötti T4 defense-en, vagy Draco 8. kör fölött már nagyon sokat jelent az, hogy mennyi az effektivitás, hogy képes vagy lehozni egy teljes kört ezzel a 175 százalékos effektivitással, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyjából a 8. körnél is képes a mesa lehozni egy majdnem teljes kört, hogyha mind a 4 pont el van foglalva Drakon például, ezért használom én ezt a buildet, ahol inkább az effektivitásra helyezek hangsúlyt, mint hogyha teljes mértékben kifullozott erőre. Egyrészt azért, hogy ne nagyon kelljen számítani az energiafeltörtő kis cuccokra, amiket ott használsz a gear opciónál, úgyhogy ja, és ezt nem régiben tapasztaltam meg, most, hogy átalakult a Drakó egy kicsit, ugye, és már nem lehet a gémeges kombót vinni mesához, és leformáztam volt a mesát, és újra elvittem Drakóra gyakorlatilag, és nullás szinttől föl lehetett húzni egészen teljes mértékén, és akkor jöttem rá, hogy igazából ez a build az egyik legjobb, amit adhatok neki, ezért van benne Vitality, mert életre jó húzni, azért van benne Redirection, hogy shield legyen az a kevés shield, amit lelőhetnek, és utána legyen sok élet, amit tovább lőhetnek, mert hogyha véletlenül nincs igazi védelmed, mint egy Frost, mint egy Nyx, mint egy akármi, ami ott van a közeledben és meg tud védeni, akkor legyen mit lőniük, mert ugye attól függetlenül a mesa gyors, de lelövik a pajzsát, lelövik az életét. És itt a másik lényeg, a Fortitude, amiért számomra fontos és bekerült a buildre, 20% esélye van annak, hogy ellenállsz annak, hogy
meglőnek és elesel. Gyakorlatilag miért fontos ez? T3, T4, defense, jön egy bomber, belélövi a rakétát, nem biztos, hogy el fogsz esni. Lehet, hogy tovább fogsz tudni lőni, és ez nagyon fontos csapat szempontból és saját szempontból is. Lemegy egy kicsit a shield, tehát a belélő egy bomber T4 20 perc után, az az 550 shield így helyből lemegy, de még ott van csomó életed. Szóval kibírsz még néhány lövés, de addig a shooting gallery olyan gyorsan elintézi az ellenfeleket, hogy kibírod azt az adott kört, nem beszélve arról, hogy 80%-kal gyorsabban töltődik újra az a bizonyos shield, és sokadik percnél nagyon sokat számít. Ezért ez az én mesa build-e. Ezt találtam a leghatékonyabbnak, mint mondom, főleg inkább csapat szinten, de mesát amúgy se szoktam vinni szólóra, nem ő a szóló karakterem. Mostában beszélgettünk Falkova az egyik lántársammal arról, hogy nem biztos, de lehet. Itt a Speed Holster nevezetű Aura mod, ugye ez azt csinálja, hogy gyorsabban engedélyez váltást a elsődleges és másodlagos fegyverek között. Mesánál értendő az is, hogy gyorsabban vált ultimate és elsődleges fegyverek között is gyakorlatilag, és még közben jött egy olyan, hogy lehet, hogy a mesa gyorsabb és lő vele ultimate képességben, mint ahogy normálisan tenné. Nem tudom, nekem elég gyorsnak tűnik, ezt ki kell próbálni, még nem próbáltam ki. Azt kell, hogy mondjam. Hogy kíváncsiak vagytok, miért raktam bele egy formát? Azért, mert nem fér bele minden, aminek bele kellett volna férje úgy, ahogy én szerettem volna ezekkel a modokkal, úgyhogy azért formáztam le egyszer meset. Amúgy lehet másképp is bildelni, és nem szükséges leformázni annak, aki nem szeretné. Na most ennyi lett volna a mese videó, köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!